Üdvözlök mindenkit, jó napot kívánok! Ez az Utonállók, az Eger TV közlekedési magazinja. A mai epizódunk is rendhagyó lesz, hiszen mögöttünk található egy kolbászsírmetál Skoda. Természetesen van ennek egy picit rosszabb állapotú tesója is egy másik településen, illetve passzítunk közé egy ugyanilyen színű kerékpárt is. Na jöjjön akkor a Skoda gépésze! Szolgálatra jelentkezem! A legmélyebb tiszteletem, jó napot kívánok! Szervusz! Kedves Péter, próbáljuk meg történelemileg egy kicsit az egészet fölvezetni, hiszen azért ennek a járműnek, ennek a tevékenységi körnek globál nagyon komoly múltja van. Beszéljünk 4 évszámról. 1552, tudjuk mindenki mi számára világos. 1929. Miért beszélünk erről? Ugyanis 1929-ben az Egri megyei várgyűlés elhatározta, illetve határozatba elfogadta, hogy vásárol 3 darab magyar gyártású, Rába típusú locsoló autót. Azért, hogy az egri utakat pormentesítsük. 1982. 1982-ben bekerült a Városgondozás Kft.-hez, akkor más volt a neve, Városgondozáshoz, maradjunk így, ez a csoda. Tehát 1982, ugorjunk egy picivel nagyobb mértékbe, 2013. Akkor született meg bennünk a vezetéssel a gondolat, hogy a udvarsarkában lévő, lomos állapotban lévő roncsot fel kéne újítani. És innentől szól a történetünk. Meglátni és megszeretni, innentől kezdve vezetői döntés volt, hogy hogyan tudjuk akkor ezt a dolgot talpra állítani. Elkezdtünk kutakodni, elindult a folyamat, és 2014-re, hál' Istennek, odáig jutottunk, hogy megkapta az oldtimeres minősítést. Ami egy nagyon nagy szó egy ilyen jármű esetében. Hát igen, elmondható, tudomásom szerint ilyen állapotban lévő út és rendszámú jármű nem található Magyarországon. Viszont cserébe ki tudtunk próbálni egy liaszt. És akkor nézzük, hogyan működik a liaszt locsolóautó. Azt látom, hogy kell gépészkedni, nem könnyű vezetni. Nem könnyű, az biztos. Mióta ül ezen az autón? 90 óta. 1990? Akkor van már benne egy jó pár kilométer. Van. Mennyi van az autóban? Autóban? 110 ezer. Na, az végül is nem is olyan vészes. Mennyi litert viszünk a puttonyban? 70 hektor. Ezt mennyi idő alatt tudjuk kilocsolni? 10-15 perc. És ilyenkor tisztítjuk az utat, vagy csak hűtjük? Most ilyenkor csak hűtjük. Az utcai autósok megtisztelik a locsolókocsit? Nem. Nem engednek ennyi tele. Semmi? Semmi. Nincs tisztelete az autónak? Nincs, de sem. Pedig azt gondolná az ember, hogy van. Nincs. Van, ahol nekem van elsőbségem, még azt se adják meg. Azt se adják meg. Mert túl lassan megy az autó. Ha. Most hanyadikban vagyunk? Harmadik. És hány sebességes négy? 5. Jó, itt meg is fordulhatunk. Egyébként szereti ezt a melót? Hát szeretem, mert akkor nem csinálnám. Hány lóerős egy ilyen liasz? Ez? Lóerőben nem tudom megmondani, de 12 ezer köbcent. 12 ezer köbcent is. Mennyit fogyaszt körülbelül üzemanyagból? Üzemanyagból? 30 liter. Per 100 kilométer. Mert megy a szivattyú. Ja igen, az is hajt. Az is dolgozik.
Hát külön szoktam ráírni minden egyes fordulónál egy órát szivattyú használatát. És körülbelül ez a sebesség, amivel szokott menni? Igen, ez. Ez a harmadik. Ez a nyugodt. Nyugodt a könyököljünk ki, legyünk lazák. Lehet jobban is adni neki. De minek? Mert így takarítja rendesen az utat. Igen. Egyébként Egerben ennek a locsoló autónak még egy Skoda verziója van, ami igen, nem Liaz. Igen. És az viszont egy restauráltabb állapot, de ebben jobb a motor és jobb a szivattyú. Meg is mehetünk. Köszönöm szépen! Nincs mit. Most akkor beszélgessünk egy művezetővel. Az utonállókban a gyöngyösi bázison beszélgetünk Juhász Györggyel, egykori művezetővel. Azért mondom, hogy egykori, mert már az idők kezdete óta itt van. Hiszen megtapasztalt olyan járműveket, olyan gépparkot, amiről mi álmodni sem merünk. Mivel kezdődött a pályafutása? Lovas kocsival szedtük a szemetét. Na most azt úgy kell értelmezni, hogy a cégeknél, meg akkor még a lakosságnál, hát kisedények voltak, gyűjtőkön van mondva, téglábú volt kialakítva, és akkor abba beleszólták, és onnan a lovaskocsi vezető kiszólta. Utána 75-ben jött a Cseper félpontmentes, ami már olyan volt, hogy két oldalt pad volt, igen, és a padra kellett féltenni, és a másik onnan öntötte bele. Tehát itt már akkor két ember is dolgozott. Két ember is dolgozott. Hát volt, hogy három, mert ha olyan edényekben volt, hogy olyan nehéz volt, mert abban az időben 50-60 kilós volt egy edény. Meg kellett emelni. Meg kellett emelni. Ezután milyen jármű következett? Utána már jöttek a Niaz Bob. Aha. Azok is a félpormentesek. Utána jöttek a Steyr. Aha. És utána 2009-ben szétvált a cég. Akkor szétváltunk, és maradt a városgondozás, és maradt a AMI. És akkor, amikor rájöttem a nyugdíjba, akkor már szépen alakult. Hát, vannak most már Unimagaink tére, akkor már ez a legidősebb. Mondjuk, Aliaz. Aliaz. Ez 83-as. No, de van egy 70-es Weimarunk. Aha. Ami már el akartak adni, és elengedtem. És azt mondta az igazgató, hogy Gyuri, veled együtt nyugdíjas már. A Liaz egyébként folyamatosan munkában is van? Igen. Hát most ebben hőségben? Hőségben volt körforgalmakat, ezt a locsolta. Átlagban nincs most már olyan folyamatban, mint ezelőtt 4-5 évvel. Ugye már az önkormányzat rendeli meg tőlünk, és ez mind pénzbe kerül. Mint minden a mai világban. Minden a mai világban, és most már ez is nyugdíjas. Uram, mi csak gratulálni tudunk ehhez, köszönjük szépen, le a kalappal. Még sok évet kívánunk. Köszönöm szépen. Térjünk vissza a Skodához, hiszen skodálatos élményben lesz részünk. És ugye nagyon-nagyon fontos momentum, amire ragaszkodsz, hogy ez nem Liaz. Ez egy Liaz 706-os locsolóautó. Ez Skoda 706 RTH AKV. Mi a pontos különbség? Típusjelzés. Mi a különbség? Semmi.
Dehogy nem. Ezt hosszú jogi vita, ennek is utána lehet nézni. Ugye a Liaznak az eredete az Liberecni autó závod. Ez egy Liaz 706-os locsolóautó. Tehát ez a Liberecni autó závod, tehát ez a Liazkának a rövidítése. Az más kérdés, hogy miért hatták el a teherautóba a Skoda márka nevet. Hál' Istennek egyúttal a Liazka megszűnt, és hát sajnos most már nem nagyon gyártanak, de a Skoda teherautógyártás úgy fejeződött be, hogy a Skoda név rögzítődött. Marad meg. Akkor én azt hiszem, hogy most itt elég a történelemből, mert erről is órákat tudnánk beszélni. Picit járjuk körbe, csemegézzünk, vesszünk el a részletekbe. Így van. Ez a fülke az úgynevezett trambusz fülke. Hogy miért trambusz, az majd egy másik történet. Érdekessége még egyébként, ugye a locsolás fő eszköze az úgynevezett kacsacső. A fúvókák! ...nak hívják a Trabantban, nálunk kacsacsőr a pontos elnevezés. Jó. Ugye kacsacsőről röviden annyit, három darab van, mind a hármat külön-külön tudjuk szabályozni, de ezt majd a fülkébe a kezelőszervek bemutatásánál fogjuk folytatni. Meg vagyunk a kacsacsőrrel, a fúvókával oké, és akkor jön a speckó felnid. Speckó felni, úgynevezett trilex felni, tehát azt jelenti, hogy szétszedhető három darabból. Ki szeretném külön hangsúlyozni, ugye, hogy mit említettél, hogy milyen színű bicikli, kolbász, zsír. Zsírmetál. Ennek a hivatalos elnevezése a KPM sárga, azért került a felni is külön fényezésre, mert a trilex felni domborúságai, gyönyörű hajlatait, amit majd a hátsó keréken külön meg fogunk nézni, kiemeli. Gyönyörű összképet ad. Oké, levegő tartályunk van, fagymentesítőnk, minden hát szépen restaurálva. Kézi fagymentesítő szivattyú, amit már nem használnak, ugye ülepítőszelep, nyomásszabályzók, akkumulátordoboz, oké, illetve nagy csőben megy a víz. Nagy csőben meg a szivattyúból a kacsacsőrbe, illetőleg a nagy cső fölött van a kardáhajtás, amit mindjárt egy pillanat. Várjál, nem rohanunk ja, előre, hiszen megvan a gyönyörűen megfestett hát, kipufogó csövünk, illetve a már süllyesztett trilax felnénk, aminek gyönyörű domborulatai, hajlatai. Egyszerűen. Egy ipari műalkotás. Ez a szivattyúnak a gépészeti egysége, különféle csapok, szelepek találhatók. Ugye hátulról is föltölthető a tartály, különféle állítási lehetőségek. Legszebb dolgot most vettem észre. Ó, köszönöm szépen. Tehát ez a szakmai hozzáértés. Ugye? Tehát amikor a közlekedő edények miatt tudod, hogy mennyi víz van benne. Ez soha nem megy tönkre. Így ez van. Az a műszer, ami nem romlik el. Nincs benne villanyosság. Semmi. Itt van a kis akasztóka. De jó. Szaladjunk ezt tovább. Itt van a létra, hiszen ez egy fontos momentum lesz, mert mi ugye föntről töltjük meg vízzel. Az úgynevezett domfedélből. Ha ne találtál, megint csak ugye locsolni akarjuk a kertet, kinyitjuk a csapot, és jön is belőle víz. Jó, újabb csodálatos műalkotás, és itt lehet látni egyébként, hogy ugye ott van a kardán meghajtása a szivattyúnak, ami ugye jön előre végig jön, egészen segédhajtóműig, hiszen innen kapja a direkt hajtást, komoly kis zsírzó gombokkal, kardán keresztekkel, ami ugye itt található, tehát ugye kvázi a váltóra rá van építve egy segédhajtó műként. Maga az egész rendszer, újabb légtartály, jövünk előre. Kinyitjuk az ajtót, és külön érdekessége. Gyönyörűen restaurált belső tér. Miért érdekes? Azok vannak. A piros gombok mit cél szolgálnak? Azok az Ikaruszból vannak. Hát... Ez gyártotta az Ikarusz, nem Ikarusz, hanem bakonyművek gyártotta. Bakonyművek szállított még szerintem Csehszlovákiába. Egyébként a dinamóval ellátott egység gyönyörű, pálgyártmányú feszültség szabályozója megér egy külön képet. A segédnek volt a feladata, hogy ne vonja el a locsolás közben a sofőrtől figyelmét a forgalomtól, ezért a segédnek a jobb első ülésbe, az anyós ülésbe,
volt a külön kezelő gombé. Tehát úgy, ahogy elmutattuk, ugyanúgy lehet kezelni itt is az egységet. Sőt, csehszlovák régi filmeken lehet látni olyan felvételeket, ahol majd megmutatjuk a kezelő a domfedél mögötti részen, a hátsó üregben volt, neki is voltak kezelőszervei, ugyanis oldalsó fúvókákkal is rendelkezett a gép. Ez opció volt abban az időben rendelni, lehetett itthoni rendelésre, nem nagyon szállították. Hatását úgy kell elképzelni, hogy mondjuk egy négysávos úton, ha középre állt a locsolóautó, akkor teljesen beterített. Akkor tisztaság volt, és ahogyha már itt beszéltünk, ugye, csehszlovák történetről, akkor van pici zászlócskánk is. Lengessük meg egy kicsit a csehszlovák zászlót. Hát most nem fúj a szél, igen. Megengedtem. És azért, hogy ugye mivel magyar tulajdonú OT-s rendszámú autóról van szó, természetesen kapott egy magyar zászlót is. De akkor is a legfontosabb, hogy ide állunk, mert itt van a kifordított egyújjas bundakesztyű. Ezt még folytatjuk. De most egy picit elkanyarodunk a motorizáltságtól, hiszen kincset találtunk Andornak táján. Technikai paramétereket próbáljuk meg fölvázolni a tévénézőknek, Zsolti, hogy ez az egész honnan pattant ki a kis fejecskétből, hogyan pattant ki, és mennyi ideig tartott a megvalósítása. Ezt én Németországban láttam az eredeti verziót, az nem volt így kidolgozva, megcsinálva, és onnan hoztam az ötletet, és mondtam, egyszer lesz nekem is. És akkor, mikor volt rá idő, akkor itt megcsináltuk. Nem én csináltam egyedül, ez is egy csapatmunka volt, mindig ugyanazokkal dolgozok, és akkor kezdtük el csinálni, mikor így volt rá idő. Rengeteg meló van, amit ugye nem látunk, hiszen elrejti a prespán burkolat, de azért ehhez egy nagyon-nagyon nagy fokú szakértelem, tudás, próbálkozás, idő és energia szükségeltetik. Ez nagyon sok. Egyébként a vas munkákat azt Murányi Roland kollégám csinálta, aki nagyon-nagyon nagy szakértelemmel és türelemmel van az ilyenek iránt. Bocs, érzi jól, amit mondok, a hülyeségeid iránt? Minden iránt, de a hülyeségeimet elviseli már egy jó pár éve. Úgyhogy, de igen, tehát például hosszába az egész tartó vas, egy 40-es lapos vas, az ki van kalapálva kézzel, ívre, hogy ez így álljon, ahogy áll. Ez a Csepel Csilla kerékpár, olyan, mint a kemping, csak egy kicsit más. Tehát itt is törekedtetek kvázi a retro feelingre, hogy igen, ne egy nyugati bicikliből építsünk így van. Egy Trabant verziójú trabiciklit. Így egy van, tracikli, vagy trabicikli? Trabicikli. Törekszünk arra mindig, sőt arra is törekszünk, hogy minél több régi dolgot fel tudjunk használni. Tehát a kormány mindig eredeti, ez az ülés, ez még eredeti, ami rajta volt. A kerekek fel vannak újítva, ugye azok újak, a monoblokkváz, de amit tudunk, azt felhasználunk. Az alapkoncepciót nem is én találtam ki, tehát ez bárki megcsinálhatta volna, előttem. Ez egy lehetőség volt mindenkinek. Én beletettem az energiát, nagyon sok pénzt beleraktam, nagyon sok időt úgy, hogy nekünk ezek a járgányok nem az üzleti célt szolgálják első körbe. Kvázi hobbi? Hanem én megvalósítom az álmaimat, amit kitalálok. És az, hogy utána el tudom eladni, vagy nem tudom eladni, az egy nagy kérdés mindig. Számít az, hogy el tud adni? Szerintem nem. Ugye? Tehát én így látom a fizomiskádat, meg a tekintetedet, ahogy csillog, ez nem arra készül feltétlenül, hogy ebből üzlet legyen, hanem hogy ezt én megcsináltam. Így van. Ez teljesen abból. Minél őrültebb legyen, minél jobb. Nekem az számít, hogy az emberek mosolyognak rá, vagy nem mosolyognak rá. Zsolti, ezért is egy nagy ötös. Megengedett, hogy kipróbáljam? Persze, nyugodtan. Akkor jöjjön az, aminek jönnie kell, trabiciklizünk. Folytatjuk a locsolást! Aha. $12,000 köbcenti! Igen! 160 lóerővel vagyunk. Nem egy izompacsi, de... 160 lóerő volt, bruttó újkorában, most maradjuk annyi, hogy 100. Jó, 100, jó. Városban eldolgozunk vele. Kettsebesség? Igen, kettő indulunk, három, most van négybe, kapcsolunk egy hosszú direktet kollégáknak.
Tisztelik Eger városában igen, ez a jármű? Igen, főleg ha kalapom megemelem. Ez a fajta csillogó szem, amivel rendelkezel, ez minek tudható be? Utcai Skodás is vagy? Igen, én Skoda Octaviával fogtam meg 5 évesen először a volánt. Aha. 5 évesen. Más kérdés, hogy a kéziféket is kiengedtem, és a rokonok fogták meg a Mátrába a gurulón álló Skodát. Egyébként tudtam, hol a fék. Vasúti átjárót fokozott figyelemmel és duda szóval közelítjük meg. Hiszen, amikor fehéren villog, az nem azt jelenti, hogy szabad, hanem hogy működik. Úgy látom, elég feltűnőek vagyunk. Hát, ez a célja, hogy meglátod, hogy az emberek kinyílnak. Másképp integetnek, mosolyoznak, megváltozik a világ. Mitől? Egy 40 éves géptől. Ha azt mondanám, hogy méltó befejezése lenne az autópályafutásának, illetve a te kis karrierednek, akkor hát, mi lenne az? Igen, szeretnék a nagyvastól méltó módon elbúcsúzni. Meghatódás itt is előjön. De édes! Jó lenne ezt a járgányt méltó helyén a Vasúttörténeti Parkba, a Közlekedési Múzeumba elhelyezni. Tehát most mai napig ezen munkálkodunk, remélem, hogy a város támogatását is elnyerjük ebben. Talán sikerül a városnak egy új locsolóra szert tenni, hiszen ugye igény lenne rá, látványos dolog, megmutattok, múltja van 1929 óta. Öreg járgányunk meg méltó helyre, ilyen gyönyörű állapotban a Közlekedési Múzeumban kerülne elhelyezésre. Péter, fakadjunk sírva mind a ketten. Köszönöm szépen, óriási élmény volt, ez volt az Utonállók mostani epizódja, találkozunk egy hónap múlva az Eger tévén. Minden jót mindenkinek, a viszontlátásra! Így van!